sziasztok, Törökország VRC futam. Normál esetben már úton lennék a török verseny helyszínére, viszont a jelenlegi vírus helyzetre való tekintettel azt a döntést hoztuk meg közösen az ügynökséggel, hogy ezt a versenyt én kihagyom, nem veszek részt rajta, viszont a háttérből itthonról fogom segíteni a munkájukat a srácoknak. Ez egy nagyon nehéz döntés volt, hiszen nagyon régóta nem volt olyan verseny, amit ne lettem volna ott, ne készítettem volna fényképeket, viszont most ez a döntés azért is szerintem megfelelő, hiszen két hétre lesz majd a szardinei futam, és hogyha ne adj Isten, valaki az ügynökségből megbetegedne, akkor még mindig van egy lehetőség, az az én személyem, hogy elmenjek és a promoternek csináljuk a képeket. Úgyhogy ez most egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt meghozni, viszont mindenki számára ez a legjobb, úgyhogy sajnos most nekem ez ki fog maradni. Török rajnak a pályáról szeretném még pár szót szólni nektek, ugye most láthatjátok a tavalyi képeimet itt a háttérben. Ami mindenképpen megmarad erről a versenyről az az, hogy gyönyörű helyeken zajlik, mint a tengeres háttér, ahogy látjátok a képen a helikopterek, hiszen itt még közelebb tudnak repülni az autókhoz, ugye Európán kívül rendezik meg a versenyt, ezért nem érvényesek azok a légi szabályozások, amik Európán belül, tehát ugye a versenyutat megközelíthetik sokkal jobban a helikopterek, és ugye a VRC TV-nek a helikopterpilótái nagyon ügyesek és bátran mennek közel az autókhoz, úgyhogy itt tudnak születni ezek a különleges képek. Ilyen fotókat még ugye Mexikóba, Ausztráliába tudtunk készíteni, illetve Argentinába is párszor. Ez mindenképpen egy előnyös dolog itt, illetve az, hogy ezek a pályák annyira kemények, akkora köveket forgatnak ki a versenyzők, hogy nagyon-nagyon látványosak, viszont ezáltal nagyon-nagyon veszélyesek is fotózni. Tehát kétszer is meg kell gondoljuk, hogy mi hova állunk, hova helyezkedünk, honnan készítjük el a fotókat. Ennyi lett volna így most számomra a török rally. Most nem lesz minden nap bejelentkezés, úgyhogy következőleg majd Szardinián fogunk találkozni, addig iratkozzatok fel a csatornámra, nézzétek a Instagramot, illetve a Facebookot, és szurkoljatok a kedvenceiteknek. Sziasztok! A videók felvételénél a Studio Line volt a segítségemre.